Az előző szezont június 20-án búcsúztatták az NKS kosarasai, 6-7 pihenőt követően pedig már ismét pattog a labda a Szent Imre gimnázium csarnokában. A felnőtt, illetve a különböző korosztályos csapatok tagjai kicsit később kapcsolódnak be a munkába, elsőként a sportággal még csak ismerkedő gyerekek vették birtokba a létesítményt. A napközis táborban az alapok elsajátítása mellett másra is jut idő. A héten a legkisebbek, az előkészítő csoport kezdett egy ilyen játékos, kreatív, kosárlabda féle táborra, hogy ők azok, akik még a mentakásos táborban még nem utazhatnak. Több oka is van ennek, hogy az, hogy picikék még, és nagyon nehéz ugye azt a ritmust, ami ott lesz, fölvenni. De ők egy héten keresztül kosárlabdáznak, szokjuk azokat a dolgokat, amiket ugye a következő évben majd el kell sajátítaniuk, tehát szokjuk az eszközöket és minden más. Egyébként mellette rengeteget játszunk, és ismerjük egymást, tehát ők engem, én őket, meg az Orsit, meg azokkal, akikkel jövőre együtt fognak dolgozni. Legutóbb a felnőtt csapat ezüstérmet szerzett az amatőr nemzeti bajnokságban, 4 korosztályos együttes pedig bejutott az országos döntőbe. Az egyesület elnöke szerint a jövőben is a fiatalok fejlődése a legfontosabb. Sok minden függ azon, hogy a társasági adó támogatásból mekkora összeget tudunk lehívni. Ez nyilván a pénzügyi oldalát befolyásolja a dolgoknak, ami meghatározza azt is, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem. Amit már biztosan látunk, és amit ebben az évben eddig megtettünk, hogy beneveztük azt a 7 csapatot, akit korosztályonként nevezni lehetett, és hát van, ahol már B csapatot is neveztünk, tehát nincs ezzel semmi gond. A versenynaptárt még nem fogadta el a Magyar Kosarak Országos Szövetség elnöksége, az elnökségi ülés majd augusztus 17-én lesz, valószínű ott bólintanak rá a versenynaptára, akkor már tudjuk a konkrétumokat, az esetleges ütközéseket vagy nem ütközéseket, és ennek függvényében még esetleg további csapatok nevezése is várható az alsóbb korosztályokban. A jövő hét elején a Tini, a Serdülő és a Kadett korosztály 50 játékos a Békés Csabára utazik egy bentlakásos edzőtáborba. A felnőttek augusztus 15-től készülnek majd napi 2 edzéssel. Az NKS a hónap végén rendezi meg hagyományos nemzetközi tornáját.